A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. ...2006-ban közel 20 fővel alakult a Rafika Sailing Team, amely számára a Balatonon felül a nemzetközi vitorlázás sem mellékes, egy igen komoly hajóval. A 2006-os kék szalag első helyzetje a debütálása óta a külföldi vizeken is sikeresen szerepel. Ez a csapat tulajdonképpen profi vitorlázókból, mondhatnám profi vitorlázókból áll. Igazándiból fizetés nem kapnak érte, szívvel, lélekkel csinálják, de a maximális tudásokat teszik bele ebbe a versenyzésbe. És amire meg büszke vagyok, hogy már több hajón is szereplünk. Tehát a kemény mag az jobbra-balra vándorol, kisebb hajókra, nagyobb hajókra, és most már úgy néz ki, hogy nemzetközileg is megálljuk a helyünket. Időközben elkészült a Rafika Dent trapézos másolata is, a szponzor Vantid. 2007-ben építettünk mi is egy hajót, hogy ugye volt ez a klasszikus, nem klasszikus kék szalag, és nagy összefogással, saját erőből épült egy hajó, aminek az a neve, hogy Sponsor Wanted. Ez egy elég találó név, most már csak Sponzinak hívják. Ez egy hasonló versenyhajó, mint a Rafika, csak nem trapézolunk az oldalán, így ezért azokon a versenyeken tudunk indulni, ahol ki van zárva a trapézos hajók. A Rafika 2015-ös eszendeje nehezen indult, hajó felújítással kezdődött. Az első versenyre nem készült el a hajó, a másodikon pedig vihar miatt nem tudott részt venni. Azonban hiába a két nemzetközi kimaradás, a kék szalagot így is megnyerte egy testűben Király Zsolt együttese. Aztán jött a gardató, ugye a technika vívmánya, második helyen voltunk, már közeledtünk az elsőhez, elég jól, elég komoly szél volt, és eltört a kormánylapát, és sajnos fel kellett adnunk a versenyt. Ezt leszámítva, összességében azért sikeres a Rafika külföldi vizeken. Azt mondhatom, hogy minden tavon nyertünk már. Tehát a szó legszorosabb értelmében elhoztuk a Rundumot, a Boldort, a Centomiliát, tehát minden olyan verseny, ahol elindultunk, ott nyertünk. Most kezdődik az, hogy eljönnek ide, hogy velünk itt mit tudnak kezdeni. Mert hogy mi elmegyünk oda és megverjük őket, ez egy kicsit úgy tüske, ők meg eljönnek ide vissza. Tehát én azt érzem, hogy bevonzzuk Magyarországra azokat a vitorlázókat, akik kint eddig nem tudtak Magyarországról, hogy kik ezek a srácok, meg kik ez az ország. A csapat hazai vizeken egy komoly ellenféllel harcol. Az évek szakmai tudása azért mellette szól a Balatonnak. Ő külföldön neki nem sikerült annyira, nekem külföldön ment, itthon is. Itthon mindig le vagyok egy nagyon picit maradva. Kimondom a nevét, mert Litkei Farkasnak hívják, mindenki ismeri. Ő szerintem ugyanígy tekint rám, én egy nagyon nagy rivális vagyok. Én úgy érzem, hogy most jönnek majd azok az évek, amikor én oda fogok tudni érni technikába is a Farki mellé és fejben is. A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta.